Jó eset kívánok, kedves nézőink! A nézőm közt mai vendége Mácsai Janetta, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm. És hát azért veled beszélgetünk aktuális témákról, mert hogy kubaság doktor az jó néhány hónapra külföldre mert Milyen célból? É, így van, négy hónapra Washingtonba utazott egy tanulmányi ösztöndíjjal, és most is jelenleg Amerikában tartózkodik. Úgyhogy végül is akkor te viszed a vállalom. Válladom most a múzeum ügyeit. Igen, így van. És hát van is mit, mert rengeteg programmal készültök a közeljövőre vonatkozóan. Kezdjük rögtön a legközelebbivel, ez pedig május 18-a múzeumi világnap lesz. Mi hogyan fogjuk itt érden megünnepelni ezt? Most hét csütörtökön a gyerekeket várjuk egy programmal, amikor is kerékgyártó Gyula pattintott kőeszközöket készít, illetve gyerekek is kipróbálhatják a pattintott kőeszközök készítését, illetve ennek keretében megismerhetik ugye az érdi emberi telepet a múzeum állandó kiállításán keresztül. Az jövő cs e hét csütörtökön 15 órai kezdettel tartjuk a gyerekeknek. És lesz utána a múzeumi majális is. Igen, a Nemzeti Múzeum kertjében minden évben, immáron 11 éve megrendezik a múzeumok majálisát. Most ebben az évben, május 20-21-én várják a látogatókat. Ilyenkor ugye a múzeumok különféle programokkal várják a látogatókat, kisebb sátortárlatokkal, gyermekfoglalkozásokkal, illetve hogy a kiadványaikat árulják ilyenkor. Mi is a vadász, magyar utazókra egy kisebb sátortárlatot szeretnénk kivinni, illetve egy földrajzi témához köthető játszóházat szervezünk a gyerekeknek. Ha már a kiadványokat említetted, akkor meg is mutathatjuk a nézőknek, hiszen két kiadvány jelent meg a múzeum gondozásában most a közeljövőben, vagy a közelmúltban. Az egyik ez, amit említettél, a magyar vadászutazók, illetve a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok címet visel, nagyon érdekes, én már belelapoztam kötet. Hogyan lehet hozzáférni ezekhez az anyagokhoz? Mind a két kiadványt az állandó kiállításunkon áruljuk, tehát meg lehet ezeket nálunk vásárolni. Ugye a magyar vadászutazók kis munkafüzet az állandó kiállításunkhoz köthető. Egyrészt ugye a vadászutazóknak az életét mutatja be, illetve játékos feladat adatokat is tartalmaz ehhez kapcsolódóan. A földrajzi múzeumi tanulmányok pedig ugye a periódikánk, amit minden évben kiadunk. Immáron ugye ez a 14. szám, amit megnézhetnek, illetve megvásárolhatnak a kedves látogatóink. Egyébként, ha már a kiadványokról, illetve a múzeumi életről beszélgetünk, akkor hogyan látod, mennyire népszerű a múzeum, mennyire jönnek látogatók, nem csak érről, hanem a környékről, hiszen az ország egyetlen ilyen jellegű múzeumáról van szó, hogyan tapasztaljátok? Most ugye, hogy az egyik állandó kiállításunkat bezártuk felőítás miatt, most nem olyan sok csoport jön hozzánk. Egyébként nagyon népszerű a múzeum, tehát nagyon szeretik, hogy a gyerekek, főleg általános iskolás gyerekek, de külföldről is azért elég sok sok vendég érkezik, főleg ugye a német nyelvterületekről érkeznek hozzánk látogatók. Említetted ezt a felújítás miatti bezárást, ez nekül azonban egy nagyon jó kis örömhírről is be tudunk számolni, mert hogy frissen kaptad kézbe a mai napon azt a levelet, amelyben pályázaton 15 millió forintot nyert a múzeum. Így van, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma immáról harmadik éve meghirdeti azt a pályázatot, aminek az a célja, hogy a vidéki önkormányzatok által fenntartott múzeumok pályázhatnak kiállítás felújítására. Ugye tavaly nyertünk 10 millió forintot, ami végül is arra volt elegendő, hogy a kiállítás termeit felújítsuk. Az idei 15 millió forint, ami ugye tényleg, ahogy nagyon friss hír számunkra is, az pedig ugye magának a kiállítás installációinak a felújítására nyert el a Földrezi Múzeum. Mikor várható, hogy ebből az összegből majd megvalósul ez a kiállítás? Terveink szerint november vége, december eleje, amikor meg tudjuk nyitni az új felújított kiállítás. Azt hiszem, hogy arra majd mi is ellátogatunk, mert szerintem nagyon érdekes lesz a televízióban is bemutatni. Mindenek előtt még előttünk van egy nyár, és a szokásos múzeumi nyári tábor is kezdetét veszi majd. É, igen, július 3-a és 7 között tartjuk az idei nyári táborunkat. Ugye szokásos, szokásunkhoz híván Magyar Földrezi Múzeum kertje lesz a főbázis ennek a tábornak, de emellett ugye kirándulásokra is elvisszük a gyerekeket. Idén ugye a vértes, illetve a bükk lesz ez a két terület, ahova elmegyünk a gyerekekkel. És egy nagyon érdekes program lesz idén először, illetve hát összességében először lesz érdem megünnepelve a múzeumok éjszakája. Ha jól tudom, például a Szászalombatán Matrika Múzeum már évek óta beiktatta ezt a programot. Itt még mégpedig nagyon érdekesen a nyári zenélő udvarral közösen lesz majd ez a program. Ez, hogy zajlik majd? Igen, a Szepes Gyula Művelődési Központtal közösen szervezzük meg ezt a Szent északát, éjszakát, amikor is ugye a Bak Kamarakórus ad egy koncertet 19 óra kezdett kezdettel, ezután 8 órakor, tehát 20 órakor lesz a Four Fathers zenekar, és ezután, hogyha valaki még bírja a és nem túl fáradt, akkor a múzeum állandó kiállításán egy izgalmas tárlatvezetésen vehet részt. Remélem, hogy minél többen el fognak majd látogatni a múzeumba, hiszen nagyon gazdag programot állítottatok össze az idén is a nyárra. Nyáron bezártok egyébként, tehát lesz egy kis leállás? Én nem szoktunk bezárni, tehát bárki jöhet, akár a legmelegebb napokban, ilyenkor jó hűvös van a múzeumban, tehát lehet hozzánk jönni. Remélem, hogy minél többen mennek nem csak hűsölni, hanem az Igen. állatot megnézni. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A legközelebbi program, tehát május 18-a Múzeumi Világnap. Ha valakit érdekel a téma, akkor látogasson a Magyar Földrezi Múzeumba. Vendégünk Mácsa Janetta, a múzeum igazgatója tese volt.